On the beat so twinkin', bitch. Üdvözlök minden kedves nézőt, ez a FIFA 16, és akkor folytatódjon a karrier módunk. Ez most már az ötödik rész lesz, ha jól számoltam. Na, hát valamit el kell, hogy meséljek, először bemegyünk az Ultimate Teambe. Véletlenül eladtam Rafael Varant, viszont kaptam érte 18 000 zsetont, és abból a pénzből mentem az online foot draftra, le is videóztam, de 40 perces videó lett, és 115 GB-ot elfoglalt a szoros fraps miatt. Szóval inkább letöröltem, nem fogok annyit konvertálni, meg úgyis kikaptunk az első mérkőzésen, szóval nem tudtam folytatni. Hát most van 8600 zsetonunk, szóval most tudunk venni egy 7500-as, mert most nincs olyan játékos, akit el tudnék adni, úgyhogy tudnék most megint draftra menni. És akkor nézzük ezt a packet. Parejo. Megint van szerencsém. Mert megint egy BBVA ligás játékos nyitottam. Ezt is küldhetjük a klubba, ezt is. Ezt meg a piacra küldjük. Szerintem az sokat érhet a izé. A ritka arany ápolás. Na hát úgy volt, hogy van ez a koncept Squad itt Ultimate Teambe, ahol bármilyen játékost ki tudok választani. Nem tudom, most nem mutatom meg a csapatot, talán a következő videóban. Úgy működik, hogy ugye kiválasztasz játékosokat. Játszani nem tudsz velük, csak dísznek van. Nem tudom, hogy úgy mi értelme van, de nem baj. És hát kiválasztottam, mert ugye ott egy BBVA ligás csapatot akartam. Kiválasztottam Varant, aki ugye már alapból megvolt a klubomba. És akkor nézem, mondom, hogy el tudom küldeni listára, meg már föltűnt, hogy furcsa, hogy miért nem olyan másik színű, hanem maradt ugyanilyen sárga, citromsárga. És akkor gondoltam, hát biztos azért, mert 83 alatti, vagy nem tudom, hogy ezt miért mondtam, vagy miért mondtam magam, de nem tudom. És, ja. Aztán sikerült elküldeni a listára, és eladtam. Az igen, még 1400-ért is van. De lovog vagytok, hogy ennyiért is kirakjátok. Csak ennyi van. Hát akkor az egyik középpályásom, azt szerintem elküldöm a listára is. Őt meg eladjuk szép. Vagy hát őt meg a klubba küldjük. Gyorsan, melyik középpályásom a legszarabb? Szerintem ez a Joakim. Igen, ő lesz az. Nincs szerződés, ez abban 86-os a izéje neki. Hát sajnos csak ilyen szerződések vannak. Jó van, így is elküldjük, nem érdekel. Elviszik, nem. Akkor kirakom még egyszer azt se. És akkor innen pedig odaadjuk a klubból Parejót. Következő ritkoron játékosunk is megvan. Tehát ugye helyette megvettem Thomas Vermaelent, a Barcelona védőjét. Nem tudom, hogy 4000 körül volt.
4100, azt né, nem 4200, bocsánat, annyi volt pontosan. Na. Csapatunk így fog kinézni, várja. Azért itt is cserélek, és akkor az erős csapatom akkor majd így fog kinézni, vagy hát a legerősebb csapatom. Ja, cserélem őket, hogy is néhány melfának. Pareo, oda. Gomes, oda. Igen. Védelem. Akkor Fermalen. Irányzod. Most már van azért több ritka aranyjátékosunk. Azért ez így már kicsit tetszetősebb. Szerintem. Így a kezdőben már van 6 darab ritka aranyjátékos. Tehát most már több a kezdőben a ritka, mint a sima arany. Na hát azon, hogy itt nem osz, nem szóval szóltak, mindegy. Na mindegy, én nem akarja erre, vagy hát nem a Ultimate-ben akartam foglalkozni. Mindenesetre ezt a gyereket azért megnézzük. Na kirakod csak egy 500-asért. Legyen 550. Úgy is elviszik szerintem. Na és akkor kilépünk az Ultimate-ben, és akkor folytatódik a karrier módunk az Athletic Bilbao-val. Benyátta kéne megillőnöm egy óriási nagy szabadrugás gólt. Karrier, és akkor most ki ellen jövünk? Itt a bőha az előszezonba. A Hertával, tényleg az elődöntő. Az jó. Ja igen, most gyöngébb csapattal vagyok. A döntőben majd maga, ott majd az erőssel állunk föl, de ott is fogunk persze cserélni. Meg most játszanak ilyen sötét színű veszbe. Ja, most nem az irányzához raktam a kapuba, hanem a Hererint. Így is jó lesz. Talán. Ja, ez a 11-es. Miért az Elusszondó rúgja? És eltalálta. Betette. Éha. És megint eltalálja. Ilyet. Ennyit tovább nem hozom tovább az időt most már. Milyen az árnyékos szar, még mindig itt vagyunk. Iker Rico. Jászó. Williams kapja a labdát, Williams. Williams le tudja csapni a védőket. Hát annyira tudta becsapni, hogy visszafelé kell passzolnia. Mikel Rico blokkolják a lövését. Most ellen támadhat a Hertha Tádai Pál vezetésével a német csapat, akit bent tartott az első Simon Tádai Pál. Büszkék lehetünk rá. És hát reméljük, hogy milyen hamarabb visszatér szövetségi kapitánynak hozzánk. És abban is reménykedünk, hogy Szolai nem lesz kezdő. Hopp! Az igen! Az szép volt, barátom! Szép váltások, Williams kapja a labdát. Belecserzi magát a védőbe. Rossz döntés volt. Őha, nem láttam a senkit. De azért oda passzoltam. A szép támadás. Hererin. Nem nyugtam, hogy jöjjön ki, de nem baj. Túléltük, hál' Isten. Elusszondó. Indul Szolá. Elhúzza a másik irányba. Nálam marad a labda. Hát ez kicsit földtartásnak tűnt. Lehet, hogy belemenés inkább. William számadja le a kapust. Nem jár sok sikerrel, viszont a védőt igen! És kapufa, és ott van a vezetés az Athletic Bilbao-nál. Williams! Hogy játszik ez a gyerek?
Szerintem ez hamar fel fog fejlődni. Hibára kényszerítették a védőket, annyira letámadtak, és Williamshoz került a labda. Nagyon eladta a védő. De honnan tudok passzolni? Ahol áll egy ellenfél játékos a saját 16-osodnál. Ez igen nagy hiba volt. Közben Szolá a labdával. Szolá! A labdaszerzés után Szolá elakad a védőben. Most Mikel Rico támad, de hatástalan egyelőre. Gyönyörű becsúszás, Akecsi kapja. Akecsi elő, oj, ez elsült a jobb lába. Hoppá, akkora lövés. Az bizony befért volna, óriási védett a kapus. Merino szöglete. Száll a labda Mikel Rico. Hoppá! Akecsihez kerül a labda. Többen is kergetik a kecsét. Mikel Rico. Williams. Gyönyörű labdát kap vissza Mikel Rico. És a kapus hárít megint. Williams. Kulcspassz. Kulcspasszokat ad ezen a mérkőzésen. Ott marad a labda. Majd viszont nem ugrott fölő. Én lehet, hogy az hatással lett volna. A kapusra nem zavarta volna valahogy egy kicsit. Burns. Gurpegi fut vele hátra, és Gurpegi valahogy blokkolja, vagy nem tudom, lehet, hogy ez direkt passzolta így a Hertha játékosa, ott lehet a lehetőség, oldalháló. Birinz volt, vagy ki ahhoz, hogy lehet. Merino. Merino túl elveszik. Bedobásra jött most a Hertha. Ó, ez szép akció. A németek részéről. Williams. Na vajon mit tud a labdával? És nem tudja elvinni két ember között. Viszont visszaszerzi a labdát. Boveda. Boveda. Boveda kapu irányába, Boveda még mindig legurítja, de hova? Rossz helyre ment az a beadás. Az Anderlecht vezet a Werder Bremen ellen. Tehát egyelőre úgy áll. Az Anderlecht-tel fogunk játszani. Jön majd Aduriz a mérkőzésem. Williams-et fönn nagyon szerintem. Benyált jöhet Akecse helyett. Na de Marcosszal kéne egy jó nagy gólt lőni, mert ő is tud, azt hiszem. Távolról jól lő. Rendbiztos. És akkor jöhetnek a cserék. Williams góljával az második félidőben még ugyanúgy vezet. Az Athletic Bilbao és szabadulással jött a Hertha. Aduriz fogja emberét. Hát ez nem ment sokáig az alap, de Mikel Rico. Erasso elakad. Szépen megállították, aztán visszaszerzi a labdát, és Williamsnek rövid az indítás. Szépen próbálja játszani a Hertha saját játékát. És egyelőre sikerül, igaz, hogy hátrányban vannak. És szép labda. Mikel Ricohoz kerül. Mikel Rico még mindig Mikel Rico. Elusztondó.
Gyönyörű. És ez is. Ezt pedig blokkolják szögle. Ez szép játék volt. És cserél most a Hertha is, nem láttam, hogy ki rányomtam véletlenül. De bevallom, nem volt véletlen. Ikerikó. De Marcos. De Marcos lő! Mekkora gólt ragaszt! Ezért mondtam, hogy őt kell fölhozni. Óriási gól. De Marcos, a jobb hátvéd. Dur. Azt a mindenit. Ezért mondtam, hogy őt föl kell hozni. Védekezésben is jó hallod, de itt is. Ah, gyerekek. Ez durva. Ekkora gólt ragasztott. Mert a kapujába, de Marcos. Aztán megjön a szokásos laggunk. Aminek én most nagyon örülök, igen. De jó! Nagyszerű. Laggoljál csak a szart. Óriási blokk közben. De most nem megyek, most nem fogom megállítani. Az ilyen fél méteres lagokat ne adjál. Inkább megállítom. Idegesítő ilyen szar. Gyerekek. Ilyen nincs. Vagy ez miért jó neki, hogy ennyire laggol? Nem értem. Azért köszönöm szépen a laggolást, amúgy. Na jó, Mikerikót lehozzuk, mert kicsit elfáradt, vagyis hát jobban, mint a többiek. Williams már fönnmarad végig. De a ráka vesérette szaros izé! Rohadna le a szád az. Fostalicska, nem hiszem el. Büdös lag. Ki gyártotta amúgy a Frapset, hogy ilyen izét? Ilyen fos lett. 40 perces FIFA 16 videó. 115 gigabyte. What? Miért? Hogyha egy GTA 5 meg izé. Van 40 perces és az csak izé. 60 valány gigabyte. Vagy 70 maximum. 40 valány perces videó max olyan 60 giga. De ebbe meg 115. Majdnem dupla annyi, hallod? Pedig, ha? Adjuk inkább. Williams, ez nagyon gyors ez a gyerek, hallod? Williams még mindig, Williams, és még mindig ő. És még mindig, már nem. Eladtuk a labdáson, mert nagyon letámadott most a Hertha. Williams-en tudta elkonorozni a labdát. Most megvan a felszabadítás. De Marcos, még sokszor kéne kapura lőnöm. Hoppá! Es volt. Várja. Mégiscsak azom a Williamson, mert elfáradt már. És akkor... Laporte feljön. Akkor így változtatunk. Ha már jöhet a benyát, nem, maradjon ott, maradjon.
A Raúl García labdán veszített. És szabadulás, de mire fel? Jön a labda, kifejeli Ererin elől, vagy Ererin, nem tudom, hogy kell mondani. Ott a lövés, és szép itt a Hertha, 86. percben így még lehet belőle X is. Ott nagyon hajt a német csapat. Még a sátú fogunk passzolgatni. És elhúzzuk az időt. Ha minden. Támadnunk is kéne, néha. Dobunk, gyorsan vedd már föl. Jaj, te ezek a csicska passzok. Ó, szép támadás! Gyönyörű a fölszabadítás. 3 perc ráadás. És most letámad az Athletic Bilbao, és Benyát labdát szerez. Ott a lövés, Benyát középre megy. Gyönge. És itt a vége a mérkőzésnek, bejutunk a döntőbe. Eldönthettem volna Benyáttal, de nem döntött. Pedig el kellett volna. És az Anderle pedig ugyanúgy megnyerte a mérkőzést, így az így velük lesz a döntő. $10,500,000 kiérdének ezért a Viktor Kamarazai. Az jó. Milyen? Ja. Kaptunk most 3 millió eurót. Motiváljuk a játékosokat. Meg kell nyerni ezt a kupát. És akkor kapunk pénzt. Melyik kit adtunk el, várja. A két csét eladtuk. 6 milliót kaptunk érte. Fernando Torres. Ez a success. Mennyit ér? Ja, nem amúgy, nem akarom így megvenni. Csak megnéztem azért. Itt van ez a kamarásza. Próbálkozunk először 10 millióval simán. És akkor most visszaadjuk a rendes kezdőnket, mivel ez most egy döntő lesz. Ettől függetlenül. Jó, Irád azt a kapuba állítom. Ivai Gomez lesz a kezdő. Williams az maradhat. Susaita. Mi van, jó lesz így. Jó lesz így majd a csapat. Na hát ennyi lett volna ez a videó, következő videóban majd az Anderlecht-tel játsszuk ezt a döntőt ebben a felkészülési kupában. Remélem ez a videó tetszett, hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Én pedig akkor köszönöm a figyelmet, én nem voltam, sziasztok!